A 60. születésnap múltidézéssel kezdődött, ahol megtudhattuk, hogy Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága 1949. július 30-án tartott közgyűlésén alapító levelet bocsátott ki, melyben elrendelte a Békés Vármegyei Kéményseprő Községi Vállalat alapítását. Ennek a székhelye Gyula volt, majd 1949. augusztus 18-án a belügyminiszter ezt a döntést szentesítette, és így jött létre ez a községi vállalat. A rendezvényen Domokos László elmondta, önálló útjára kell engedni a piacszerűen működő, megújuló energiák világába tartozó üzletágat. Továbbá szó esett arról is, hogy mit vár el a megye a Tüzelés Technika Kft-től. Egy megbízható biztonságot megye lakosságának, vagyon és életbiztonságát adó közszolgálati tevékenységet várunk el, ezért, hogy a rendeletben szabályozott módon árat állapítunk meg, illetve a szolgáltatásnak a részleteit is szabályozza, ugye ez egy megyei önkormányzati rendelet szabályozza. Békés megyében jelenleg összesen 7 kirendeltségen működik a tüzeléstechnika, megközelítőleg 40-42 emberrel. Átlagosan számolva ez azt jelenti, hogy egy kéményseprőre 4000 kémény átvizsgálása jut, ami egyes helyzetekben akár 5000 esetet is jelenthet.